Sziasztok! A mai videóban, ahogy ígértem, összefoglalom Sandy Muró beszélgetését Elon musk -kal. A beszélgetés után sandy kiadtak egy videót a roadtripjükről, amit a Model 3 szétszedése helyett csináltak. Úgyhogy nem, nem lesz Model 3 szétszedés. Helyette viszont kijött a legújabb Joe Rogan beszélgetés, ami 3 órás. Mindenféleképpen össze akarom ezt foglalni, de ha szeretnétek az előzőekben már megígért videók előtt látni ezt, akkor legalább 200-an lájkoljátok ezt a videót. Szendi elmondta, miután látták, hogy nincs óriási változás a Model 3 esetében, úgy döntöttek, inkább egy gyors autós túrát csinálnak a kocsival, mint hogy szétszednék. Nem volt biztos, hogy tudnak ilonnal találkozni, de mikor biztossá vált, azonnal Texasba indultak. Az út kalandos volt, ugyanis egy hóvihar elől melekültek. Végül időben érkeztek a SpaceX bokacsikai telepére. De Ilon nem ért rá a megbeszélt időben. Így felajánlottak nekik egy kétórás SpaceX telepbe mutatót, aminek Sandy és kollégája is nagyon örült. Majd következett a beszélgetés. Iron egy kicsit meglepődött, hogy csak egy iPhone-nal veszik fel az egészet, meg tartaléknak volt ott egy GoPro is. A oh, is, is the, phone is the camera? Yeah, it's my phone. Yeah, we don't we don't waste too much money on fancy it's, it's fancy cool. stuff. It's, it, it, it it works, I guess. <laughs> All right, cool. So GoPro Sandy azzal kezdte, hogy a telep bemutatója nagyon tetszett neki, ahogy a SpaceX-es kulacs is, amit kapott. Sandy egyből a beszélgetés elején felvetette, hogy a Model 3 illesztési hízagai nem tökéletesek, egyik oldalát jó, a másik oldalon pedig nem egyenletes az ajtók rései. Nem igazán érti, hogy ez miért probléma még mindig, miközben túrájuk során látott minden ízében tökéletes Model 3-ast. Iron válaszában elmondta, jogosak szendi kritikái. Majd barátjainak adott jó tanácsát is megosztotta. Teslákat a gyártás beindításakor kell venni, vagy akkor, mikor egy stabil szintet értek el. A felfújtatás során gyártott autókkal lehetnek kisebb esztétikai hibák. Decemberben például sokat javítottak a festés minőségén azzal, hogy néhány perccel több időt hagytak a festék száradására. Elon elismételte, hogy prototípust készíteni relatív egyszerű, I think Tesla is like the first to achieve volume production in 100 years basically like I think Chrysler was the last one yeah um, and uh, so like prototypes and I've said this publicly. like prototypes are relatively speaking easy and they're also like fun like prototypes are easy and fun and and then reaching volume production for, with a reliable product at an affordable price is is like excruciatingly difficult yeah Sandy elismerte, jó munkát végeztek. Hozzátette, sok elektromos autót szedtek szét, de csak a Model Y-t javasolta bárkinek megvételre. Hozzátette, az általuk a túra során használt Model 3-asnak van a legjobb ülése az autóiparban. Szerinte nagyon jó döntés, hogy a Tesla maga gyártja az üléseket, mert szerinte is, ami ez a vevő ér, azt nem szabad harmadik féllet gyártatni. Iron elmondta, sokat foglalkoztak azzal, hogy ne legyenek nyomáspontok az üléseken. Hozzátette, a korai modell S-ek ülései voltak a legrosszabb ülések, amit valaha autóba tettek. Rettentő rossz volt, sokan panaszkodtak. Egyszer Franz egyedi ülésében ült, és azt mondta, ezt kéne minden autónkba rakjuk. Szenti szerint nagy probléma, hogy ugyanaz az autópályát elég jól működik az autópályákon, de egy-két államban a felfestések szörnyűek, ezért érte őket is majdnem egy baleset. Ilon szerint az autópályának akkor is működnie kell, ha nincs felfestés és egy ufó landol az autó előtt. A rendszer elsődleges direktívája, hogy ne ütközzön. Sandy következő anekdotája arról szólt, hogy a Silicon Valley és John elvitte őket egy körre a 2000 driving bétájával. Szendi több repülőnél is kipróbálta az autópilotot, de a Tesla rendszere mindent felülmúl. Szerinte minél hamarabb elérhetővé kell tenni mindenkinek. Sandy szerint ez a rendszer több életet fog megmenteni, mint a biztonsági a légzsák és minden más együttvéve. Elon ever, ever ezzel a kijelentéssel egyetértett. Senti tudatni szeretné mindenkivel, hogy milyen tökéletes a rendszer. Majd megkérdezte, hogy kifejlesztette. fejlesztette. Ilon elmondta, házon belül fejlesztik a hardvert és a szoftvert is. Egy nagyon tehetséges kis csapaté a dicsőség. Senti megkérdezte, hány sor kódból áll a szoftver. Ilona szerint a sorok száma nem emeli a kód minőségét. Ezzel arra utalt, hogy néhány autógyár és önvezető cég is azzal próbál érvelni, hogy az ő szoftverük jobb, mert több sornyi kódból áll. Az André Kárpát is videómban nem beszéltem róla, de André kifejezetten híve annak, hogy minél kevesebb kódból álljanak a szoftverei. Iron hozzátette a Dojo egy pontot ad egy új kódsorért, de két pontot egy sort törlésért. Összességében néhány százezer kód körül járnak. Ez olyan, mint a rengeteg alkörhézből áttérni az egy darabból álló öntvényre. Iron elmondta, a Tesla nak és a SpaceX-nek van a világ legjobb anyagtudományi csapata. Rengeteg jó megoldásuk van egy problémára de ezek a teljes képet nézve nem mindig jó megoldások. Főleg az összeillesztéseknél vannak problémák. Csak a Model Y hátsó padló öntvénye szükségtelenített 300 robotot. Az első öntvényjel újabb 300 robottól szabadulnak majd meg. Sandy elmondta, 15 éve van az előterükben egy három padló lemezből álló tanulmány, amiről egyik autógyár vezetője sem vett tudomást. Még úgy sem, hogy felhívták rá a figyelmet. Közben Sandy szomorú volt, mikor a 2021-es Model 3-ason még nem látták az egy darabból álló öntvényt. Iron elmondta, végül át fognak váltani, de most a texasi és a berlini gyárra kell koncentrálniuk. Nehéz kereket cserélni egy 80 mérföld per órával haladó buszon. Eddig nem volt esélyük egyszerre több területet fejleszteni, mert nem akarták az egész céget veszélyeztetni. De most jól állnak, esélyük lesz az új struktúrális akucsomaggal és az öntvényekkel egyszerre több terület problémáit megoldani. Iron szerint a legnagyobb újítás a struktúrális akkumulátorcsomag. Egyszerűsíti a gyártást, hasznos tömeggé válik az akkumulátor, extrém módon nő a torziós merevség és a biztonság, arról nem is beszélve, hogy a tömeg is közelebb kerül a középponthoz. Így fordulékonyabb is lesz az autó. Ilon szerint továbbá sokat segít majd javítani a gyártás minőségét is. Az 50-60 alkatrészből összerakott autóknál a tolerancia lehet 0,2 mm alkatrészeként, de ez összeadódik. Ilon szerint a LEGO a példakép vagyis minden alkatrész egyforma, a tolerancia minimális és nagyon olcsó is gyártani. Szendi szerint a tökéletes felépítmény a struktúrális padlólemez, azon pedig egy karbon kabin. Ilonnak vannak problémái a karbonnal. Például, hogyha acéloszlopokat használnak, az máshogy tágul, mint a karbon nagy hőingadozáskor. Nem szeretnék, ha beragadnának az ajtók. Szendi elmondta, senki nem hiszi el, hogy a Tesla padlólemeze kevesebb, mint egy másodperc alatt készül el, és nincs szükség hőkezelésre utána. Ilonnal megegyeztek, hogy mindketten nagy az anyagtudománynak. Szendi nem tudja a nagy autógyárak mit fognak kezdeni a fölöslegesé váló részlegeikkel. Szendi az első modell 3 szétszedése után kapott inspiráció után tartott egy előadást arról, hogy szerinte 2030-tól már több elektromos autót fognak eladni, mint belső égésűt. Iron ezzel egyetértett. De pár éve még senki nem hitt neki. Szendi elmondta, az első modelles vizsgálat alatt sok minden nem tetszett neki, és ki sem akarta próbálni, de kollégái meggyőzték. A próbaút során mindent megértett. Újra fiatalnak érezte magát. A szétszedése során sok újítást fedeztek fel, míg a vezetékek is jobbak voltak a nagy autógyártókénál. Ilonit hozzátette, ezen a téren még lenne mit javítani. Az első ötlet, hogy végre elmozduljanak az iparban használt 12 voltól legalább 48 voltra. Addig is a frissített modell S és az X esetében a 12 voltos akkumulátort lítium ionra cserélik, így azok élettartama meg fog egyezni a nagy csomag élettartamával. Közben pedig még súlyt is csökkentenek. Végül szeretnének áttérni a már korábban ígért rövid kábelezésre is. Szendi nem szereti a pénzügyi szakon végzetteket, inkább a mérnök diplomáért fizet. Ilon egyetértett ezzel is elmondta, nem hisz abban, hogy valaki kikerül egy neves biznisz egyetemről, és egyből a vezetői székben találja magát. Miközben nem tudja, mi hogy működik, vagy hogy mitől lesz egy termék nagyszerű. Fizikus diplomáját egyébként üzleti egyetemen szerezte, szóval tudja, miről beszél. Szendi utolsó kérdésére Ilon válaszul elmondta. A sortolás egy furcsa dolog. Az életben általában nem lehet eladni azt, amit nem birtoklunk. A sortolás egy olyan korból származik, mikor még lóháton szállították ki a megvásárolt részvényeket, így a kereskedés sokszor ígéreteken alapult. Manapságírón szerint a sortolás egyfajta támadás a nép ellen. A Tesla elleni sortolós támadások többször majdnem tönkretették a céget. Végül Szendi megrázta Ilon kezét, és nagyon köszönte a lehetőséget, majd újra megkérdezte, mikor lesz elérhető mindenkinek az FSD. Iron nevetve elmondta, mindenkinek elérhető lesz végül, de jelenleg még nagyon óvatosak, mert nem akarják, hogy figyelmetlenek legyenek a sofőrjeik. Majd újra elmondta, azok az autók, amelyek nem lesznek képesek az önvezetése, annyit fognak érni, mint egy ló. Nem mintha baj lenne a lóakkal, csak manapság, mert nem arra használjuk őket, mint 120 éve. Szendi hozzátette, annó a ló is hazavitte a gazdáját, ha elaludt. Iron ezt kiváló ötletnek tartja. Benne lesz a jövő autópályatjában, ha elalszunk, az autónk majd hazavisz. Vagy ha valami egészségügyi baja lesz a sofőrnek, azonnal a kórházhoz indul. Az Autopilot. Worldwide, there's about a million people a year uh, dying in car accidents, um, and uh, that's a hell of a lot. And yeah, so there's like 10 million people that get seriously injured. So it's like, you know, we gotta hustle on this. Az interjú után Sendit és kollégáját Korit meghívta Ilon, hogy vegyenek részt a SpaceX mérnöki megbeszélésén és az utáni munkában. Sandy elmondta, soha nem látott még cégvezetőt, aki ennyire értett volna ahhoz, amit csinál. Mindeközben már késő éjszaka lett. Így Sandyék elköszöntek és csendben elsétáltak, miközben a SpaceX-nél szakadatlanul tovább folyt a munka. Fizikus diplomáját egyébként üzleti egyetemen. Fizikus diplomáját egyébként üzleti egyetemen. Fizikus diplomáját egyébként üzleti egyetemen. A Tesla, a Tesla elleni sort, a, a test. A Tesla elleni sort támadások többször majdnem tömeg. A Tesla elleni sort, a Tesla elleni, a Tesla elleni, a Tesla elleni sort támadások. Köszönöm minden Patreonos és Youtube támogatóknak is a támogatást. Neveiket megtaláljátok a leírásban. Nézzetek rá a mecsbolomra a párboltjára és a Discord szervereinkre is, mindegyiknek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek!